A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! A Shanghai Tower nem csak Kína legmagasabb épülete, hanem a világ legmagasabb felhőkarcolója is, a dubai Burj Khalifa után. méteres magasságával ugyancsak a második helyen áll a magassági rekordban, azonban számos más dologban az első helyen szerepel. A Shanghai Tower a legmagasabb a város három legnagyobb felhőkarcolója közül. Szomszédjai a Yin Mao Tower és a Shanghai World Financial Center. Ezzel pedig a világ első szupertoll hármas csoportját alkotják. 128 emeletes és 380 ezer négyzetméteres alapterületű. Különleges hengeres alakja 9 szakaszra osztható, mind a 9 területe saját kertekkel, kávézókkal, éttermekkel és üzletekkel rendelkezik, valamint panorámás kilátást biztosít az egész városra. Az építési munkálatok 2008. novemberében kezdődtek, és 7 év múlva fejeződtek be. Az épületnek 2015 közepén meg kellett volna nyitnia, ám az épület magassága és bonyolultsága miatt késtek a tűzvédelmi engedélyek beszerzésével. Ennek oka egyrészt az volt, hogy ekkora épületre még akkor nem volt szabályozás. A Shanghai torony építésénél speciális lengéscsillapítót alkalmaztak, amely a szerkezet tetején való lengés csökkentésére terveztek. Különleges, átlátszó homlokzata szintén az egyedülálló tervezésnek köszönhető. Erősen fényvisszaverő, dupla üvegrétege csökkenti a hőelnyelést. Építésénél elsődleges szempont volt a környezetkímélés, az úgynevezett zöld építészet. Az épület még tanúsítványokat is kapott a Kínai Zöld Építési Bizottságtól és az Egyesült Államok Zöld Építési Tanácsától a fenntartható tervezésért. Fűtési és hűtési rendszerei például geotermikus energiaforrásokat használnak. Ezen kívül az esőt és a szennyvizet is újra felhasználják. A Shanghai Tower nem csak a legmagasabb, de a legdrágább épület is az országban. Benne található a leggyorsabb lift, valamint a legmodernebb építészeti technológiával készült. A Shanghai Tower összesen 149 felvonóval rendelkezik, melyek közül három nagysebességű modell, percenként 1080 métert tesznek meg. Telepítésükkor a világ leggyorsabb liftjei voltak. Az épület megdöntötte a világ leghosszabb távját megtett liftek rekordját is, 578,5 métert megtéve, ezzel meghaladva a Burj Khalifa rekordját. Az épület irodahelységeinek olyan bérlői vannak, mint például az Ant Financial, a müncheni székhelyű Allianz, vagy a londoni Lloyd biztosító. A torony csúcsán pedig a shanghai Yin Yang International luxus szálloda található. A Shanghai Tower nem csak különleges látványával, rekordjaival lett világhírű, hanem egyedülálló építészeti megoldásaival is. Mához egy hétre ismét egy világhírű épületet mutatok be nektek, amelynek szintén érdemes lesz megismerni a történetét. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.